képes kikerülni a homokból épített oszlopot, amit a hit tart össze. És az emberek elkezdtek maguk is oszlopokat építeni, ők is homokból építették a maguk oszlopait, olyan sűrűre rakták a homokoszlopokat, hogy abból falat raktak. Hát volt bizony egyszer egy ember, aki körül az ő oszlopát lerombolók megérezték a hit erejét és hatalmát. Egyetlen szó nélkül legyőzettek, és felfényett bennük az Isten. Jöttek újabb rombolók, az ő fallá összeért homoképítményüket és lerontották, és ők hittel a szívükben építettek újat annak helyében, és egyszerre csak azt látták, hogy a rombolók is építik a maguk homokoszlopát. Bizony-bizony mondom néktek, a hit egyetlen homok szemcséje nagyobb erőt rejt magában, mint a föld minden eleme, és nincs rombolás, ami azon erőt rejtse. Így történt ez mindig, fog is történni mindig, mert erős vár a mi Istenünk. Drága Placid atya, követted barátodat, Regőci atyát, lelki atyámat. Így most aztán ketten vagytok együtt. Pontosabban holnap 16 éve, hogy édesapám is elment, úgyhogy akkor már együtt vagytok így. Egész család és a szerettei. Isten atya. Igazi tanár volt, mert Istenről is úgy tudott tanítani, hogy azok a gondolatok megmaradtak bennünk. Olyan jó beszélgetni a testvérekkel és hallani azt, hogy Placid atyának mennyi gondolatára emlékeznek. Hány frappánsan megfogalmazott mondatára a hitről, a lelki életről, a kereszténységről, a gyónásról is hosszan sorolhatnánk még. Ezekben a gondolatokban ott él bennünk. És ezért legyünk hálásak a jó Isten. Erről szól az evangélium, hogyha az a mag elhull, és ő termést hoz, akkor teljesítette a küldetést. Placid atya, Isten igéjét, a róla szóló tanítást gazdagon adta, szórta, igazi missziós lelkipásztor is volt, mert ahova hívták, és ahová nem tudod jutni, oda elment. Mert tudta, hogy arról kell beszélni, ami az ő szívének a legfontosabb, az Istenről. Arról az Istenről, aki megtanította őt a legnehezebb helyzetekben is derűsnek maradni. Aki megtanította a reménytelen helyzeteket túlélni. És a néha kemény párbeszédet egy vicces, frappáns mondattal előtt.
aki engem meglátogat. Megkérem, hogy oldozom föl a bűneimtől. És ő abban mindjárt el is mondta a bánat imádságát, és akkor azt kérte, hogy hát az ember oldozza föl a bűneitől. Hát én olyan megrendítő volt az én számomra, hogy ez a szent ember tényleg szent ember volt, és ő kéri, hogy én a sokkal fiatalabb, meg sokkal gyarlóbb ember oldozzam fel a bűneimtől. De ez megint az ő mérhetetlen nagy hitét, szeretetét, jóságát és emberhez közelségét fejezte ki. Menjetek békességgel, szolgáljátok Istent szeretettel. Istennek legyen hála.